Kreuzberg és Neukölln az utóbbi évek két legizgalmasabb negyede Berlinben. A városlátogatás során érdemes egy-egy napot itt is eltölteni, megnézni az über cool és alternatív attrakciókat, amelyek nem tartoznak a fő látnivalók közé. Berlin tele van apró, autentikus, multikulturális negyedekkel, amelyeket a helyiek kidsnek hívnak. Fedezzük fel, hogy miért rajonganak a helyiek, mi teszi Berlint olyan különlegesen egyedivé. Ha mindezt biciklivel tesszük, a vádlink is erősödik, és még a környezet is hálás lesz. Biciklit sok helyen bérelhetünk a városban már 10 eurótól naponta, de egy idegen vezetővel is nekiválkatunk a kids felfedezésének. Engem Martin, a Finding Berlin Tours tulajdonosa vezetett a tekerésben. It's very good to live in Berlin. Very interesting city, you can do a lot, you can actually do everything you want. Okay, give me examples. You can go partying 7 days a week, but you can also relax in many places. You can, you can go outside, there's always people outside. The people are from all over the world, so you meet very interesting people. And another very good thing in Berlin is that you can actually do stuff that you can't do in other German cities. Kreuzberg és Neukölln egykoron két részből állt, ma ezek Berlin legfiatalabb negyedei. A németek mellett törökök, arabok és vietnámiak változtatják még egyedibbé a környéket. Diákok, művészek és kreatív figurák élnek és dolgoznak az apró bárok és döneresek, utcai galériák, underground klubok és elhagyatott romos telepek között. Hódít a Retro Berlinben, 2 euróért 4 fotót csinálnak rólunk. Ez 1989-ig itt volt a berlini fal, amely ketté választotta a keletet és nyugatot. Nem volt ilyen egyszerű átmenni nyugatról keletre, illetve keletről nyugatra. A berlini nagy múzeumok mellett művészet itt is van, csak néha nehéz észrevenni, pláne ha egy utcatábla tetején egy apró, jógázó, parafadugó szoborról van szó. Tovább gurulva olyan érzésem van, mintha nem is egy világvárosban, hanem egy faluban és annak zegzugos kis utcaiban lennénk. 1. Kettő. 3. Az egykori vasútállomás helyén ma egy nyüzsgő játszótér van, mellette pedig egy hangulatos híd, ahol a helyiekkel együtt egy ital erejéig mi is megpihenünk. A sör mellett Berlinben sok minden mást is lehet inni. Van például Fritz Limonade, Afrikola, meg Club Maté, amely egy energiaital. Amikor elmennek a helyiek a szórakozó helyekre, akkor megisznak el egy kortyot, visszaadják a pultban, megtöltik vodkával, vissza lehet zárni, és energiaitalos vodkát lehet inni. A Tempelhofra, amely már egy másik kicc, 20 perc tekerés után érünk. Az egykori Tempelhof repülőteret átalakították egy közparkká, ahol lehet többek között biciklizni, gördeszkezni és futni, mindezt a kifutópályán. Repülőkből akad még egy-kettő, de csak dísznek. A hangárban bulikat és divatbemutatókat tartanak, de még extrém minigolfozni is lehet. Nincs is jobb a városnézés után megosztani a barátaiddal a Spree partjánál a currywurstot. Kértek? We'll be right back.